itt a zóna határ. De itt nem olyan kékes ezen a képen, mint itt a valóságban. Ez durva. Ez nem képhiba. Itt nálunk vannak csillagok a hón, illetve ez nem hó, ez só. Egy nem tudom milyen bolygón, hát valahol. De ezt figyeld, ott milyen fény, mi van ott? Solaria 3. Igen, Solaria 3. Fényes nappal. Igen. Csak kurva erős az ND szűrő a telefonomon.
Ez most videó megint. Igen. És látszik. Ugye ezt kell úgy nézni, mint az autosztereogramot, hogy nem oda fókuszálsz a földre, hanem kicsit elé. Ha vége a videónak, próbáld meg. És kiugrik a térbe ez a, ez a sok pont. Igen. Tizenhárom, tizenöt, tizennyolc, 70, 87. Van, le is van töltve. Egyébként 4.19 van. Hol vagyunk? Kongolytege Miklós út legvége. Aha. Ja, most megyünk le a KFK felé. Föl. Hogy föl? Na. Hát szóval 5 óra 41. Mostantól van teljes sötétség 62 percig. Mármint, hogy a hold szempontjából teljes sötétség. Egyébként nincs teljes sötétség, csak a videón. Na szóval 6.12 van. Most van a teljesség, vagy középpont, vagy valami ilyesmi. De sokkal világosabb van, mint a videón, ez biztos. Így nagyjából ennyire, na jó, ennyire nem, de úgy, na. Szóval most, mint ott kb. Ott a kép közepe körül, na, ennyi. Most van 6.47, és most már 4 perce vége van a teljes fedésnek. Most már látszana elvileg újra a hold, de nem látszik, mert most már eltakarja a föld. Most már ott fog följönni a nap, ez még ott a, az még csak egy utcalámpa, de majd ott mögötte lesz a nap, majd egyszer csak 7.23-tól. Na ennyi.